Ez még csak a sajtós főpróba volt zárt ajtók mögött múlt hét pénteken, de szombat este már telt ház tapsolt a Móri Zsigmond Színház egyik legnépszerűbb darabjának, az újból műsorra tűzött Ancona és szerelmeseknek. Az új szereposztásban többek között Gulácsi Tamás, Horváth Viktor, Kis Eszter Júlia, Szabó Nikolett, Jenei Judit, Rák Zoltán, Tóth Zolka, Kosik Anita szórakoztatja a nézőket, de olyan remek színészek is feltűnnek a Keszég László rendezte új verzióban, mint Mészáros Árpád Zsolt és Horváth Margit, akik már a közel 25 éves sikertörténet részesei lehettek, persze más-más karaktert megformálva. A Rózsakert szabadtéri színpadon így kezdődik a nyár, hiszen ma, pénteken és szombaton is felcsendülnek majd a darabot meghatározó örökzöld olasz slágerek. Júniusban a színház a szabadtérén is bemutatja az elmúlt évek egyik legkedveltebb darabját, a Ma este megbukunk című zseniális vígjátékot. A teátrum igazgatója közben hozzáfűzi, igyekeztek családi programokat is műsorra tűzni. Nem feledkeztünk meg idén sem a gyerekekről, családokról. Három alkalommal tűzünk műsorra az esti órákban animációs filmet, rajzfilmet. Ez a elmúlt 5-6 évben annyira népszerű lett, hogy már rengeteg család jelzi, hogy szeretnék már az időpontokat befoglalni maguknak. Úgyhogy szerintem egy nagyon kerek nyári program jött össze. Talán több produkcióval, több előadással, mint ezt megszokhatták, de én bízom benne, hogy meg fognak telni azok a nézőterek. A foci rajongóknak jó hír, hogy a magyar csapat mindhárom csoport mérkőzését meg lehet majd nézni a Rózsakert óriás kivetítőjén. Az első mérkőzés szombaton 15 órakor esedékes, amikor Svájc lesz a nemzeti 11 ellenfele. Az operettek szerelmesei sem unatkoznak a nyár folyamán, június 28-án a Csókosasszony, július 13-án a Gülbaba andalító slágere is felcsendülnek a város egyik legszebb terén. Remek koncertek is várják az érdeklődőket ezen a nyáron. Július 4-én a város sztárja Mészáros Árpád Zsolt Miller Zoltánnal közösen énekel, július 6-án pedig a megye egyik büszkesége Kubik Petra csillogtatja meg tehetségét. De fellép majd Zséda is, Dés László pedig 4 zseniális művésszel érkezik Nyíregyházára. 4 dámát is vendégül lát a megyeszékhely, augusztusban pedig a nyíregyházi színészek is visszatérnek, hogy a Bolha Fülbennel és a Legény búcsúval kedveskedjenek a nézőknek. A nyár teljes programját a Móricz Zsigmond Színház honlapján találják meg az érdeklődők.